65. perc, Varga küldi középre a labdát, Takács próbál fejelni, de ez így éppen jó lett Völgyinek. Völgyi, oj, mekkora gól Völgyi! Hát ott nemhogy egy pók nem fért volna el, de egy papucs állatka sem a labda és a kapufa között. Hihetetlenül kilövi a rövid fölsőt Völgyi Dániel. Mindössze a harmadik mérkőzése az NB1-ben ebben a szezonban. És az első gólja, de micsoda találat. Takács nem tudott fejelni, Völgyi szűkén megállítja, és egy lépés után óriási nagy gól. 3-0 az Etónak. Hát erre nem lehetett odaérni. Még egy kicsit csavarodik kifelé is ez a lövés.